Az idei oroszországi labdarúgó világbajnokság eseményei és eredményei voltak a középpontban azon a kérdés soron, amit a komáromi sporthagyományokat őrző kerekasztal állított össze az idei sporttörténeti vetélkedőre. A város diákjait november 27-én a Jókai moziban fogadták. Az esemény kezdetén a diákok és a szervezők a napokban elhunyt Mester Emilné Cibor Zsuzsannára, Cibor Zoltán világhírű labdarúgó testvérére emlékeztek egy perces néma főhajtással, majd kezdetét vette a 13 csapat elméleti vetélkedője. Idén ünnepli a kerekasztal fennállásának 10 éves évfordulóját, és maga a sporttörténeti vetélkedő is 10 éves idén, tehát tulajdonképpen szó szerint egy hagyományos rendezvényünk, amely minden évben ilyenkor az év végéhez közeledve kerül megrendezésre. Vizeli Csaba testnevelő kollégám, sportbarátunk jó voltából, aki vállalja ilyenkor, hogy összeállítja ezeket a feladatokat, és a tulajdonképpen a célunk továbbra is az, nem változott 10 év alatt sem, hogy szeretnénk olyan rendezvényekkel kiegészíteni és tovább színesíteni a szerintem amúgy is rendkívül színes komáromi sportpalettát, amelyek egy picit ilyen hiánypótlók, és felhívják a figyelmet, arra irányítják a résztvevők figyelmét, hogy vannak más szegmensei is ennek a bizonyos sportéletnek, például mondjuk az elméleti sík, és hát ugye nagyon örömünkre idén már tovább növekedett a résztvevő csapatok száma. Annak idején, amikor elkezdtük, akkor még itt 5 csapatokkal kezdtük, most 13 csapat fogadta a meghívásunkat. A felső tagozatos és a középiskolás diákok számára írták ki a versenyt. A város valamennyi intézményéből érkeztek tanulók, sokan egyénileg készültek fel. A fiatalság nagyon sokszor azzal a kritikával szembesül, hogy őket nem érdeklik ezek a dolgok. Ilyenkor megpróbálják ezt bebizonyítani ennek az ellenkezőjét, és én úgy gondolom egyébként a verseny nagyon szépen visszaadja azt, hogy a verseny témája, ami most jelen pillanatban az oroszországi labdarúgó világbajnokság, hogy ezek a gyerekek bizony ott ültek a televízió képernyője előtt, nézték az eseményeket, kíváncsiak voltak az adatokra, és ilyenkor arra vagyunk ugye mi kíváncsiak, hogy ebből pár hónap elteltével mit tudnak visszaadni egy ilyen verseny változatos kérdéskörei közepette. Senki nem ment haza üres kézzel. A dobogós helyen végzett csapatok oklevéllel, éremmel és sporttal kapcsolatos könyvutalommal távoztak. A többiek pedig Komáromváros díszpolgára, Koltai Gábor úrnak a könyveit vehetik majd át, tehát tényleg senki sem távozik üres kézzel. Komáromváros önkormányzata és dr. Molnár Attila polgármester úr jó voltából egy kis vendéglátásra és készülünk ilyenkor a gyerekeknek. Tényleg azt szeretnénk, hogyha ők mikor itt hagyják a Jókai mozit, akkor egy olyan rendezvényt hagyjanak a hátuk mögött, amire nagyon szívesen emlékeznek majd, és amire szívesen térnek majd vissza akár egy év múlva, hiszen reméljük, hogy lesz majd 11. sporttörténeti vetélkedő is. A jubileumi esztendőben a sporthagyományokat őrző kerekasztal ismét megrendezi a Mozdulj Együtt Komárom sporteseményt, melynek vendége Rubint Réka lesz november 30-án.